Ennél az árusnál már lehet hazai dinnyét is kapni, igaz, még csak Békés megyeit. Ezek a dinnyék váltják ugyanis elsőként a Görögországból és Olaszországból importált dinnyéket. A hozzáértők szerint a frissessége mellett ízében, illatában és tápanyagtartalmában is jobb a hazai dinnye a külföldinél, azonban az igazi szezonra még egy-két hetet várni kell. Múlt héten kezdődött a magyar dinnye, Békés megyéből kezdjük el szállítani. Ugye ott kezdődik a korai dinnye. A minőség az aránylag elfogadható, de egy hét múlva indulnak már ilyen profi dinnyék, amik már igazán vékony, jó édes dinnyék, de ez is már egész elfogadható. Az ára az ilyen 170 és 200-250 forint között mozog, ez változó helyenként. A munkások már a ládákat szerelik ebben a nagycserkeszi üzemben, készülve a hamarosan induló helyi dinnye szezonra. A határban található földeken a gazdák szerint már szépen bekötött gyümölcsök vannak a szárakon, azonban egy kis eső még jót tenne a termésnek. Egy közepes időjárás volt, eső is volt, minden most kéne, inkább az eső köt a dinnye, meg növekszik a dinnye, hogy mi várható a dinnyéből, jó közepes termésnek szerintem lenni kéne, és ha lesz még csapadék, akkor szerintem még jobb is lehetséges a közepes termésnél, attól függ, hogy az időjárás függvény ez az egész mostan. Hazánkban jelenleg egy ember évente átlagosan 15 kiló dinnyét fogyaszt, bár a görög dinnyek közel 90%-a víz, a szakértők szerint így is kiváló vitamin és ásványi anyag forrás a nyári hónapokban. Az alacsony hazai kereslet miatt a magyar dinnyek közel 60%-át azonban exportra termelik a gazdák. A felvevő országok között van Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország és a balti államok is, ahová egészen októberig szállítanak a hazai gyümölcsből.